kiállító akkor is egy frekventált hely, egy kiemelt üdülőkörzet volt. Ott is sorban fejlesztések voltak, akár ugye megépült az új nádas, az kis, egy nádfezeres kis csárda volt. Igen. És épült egy nagy étterem, de azon kívül nem csak a Gárdonyban, a Mistrannál, a Napsugárstrannál a új vendéglő épült, ott az önkiszolgáló éttermi vendéglő. Napsugárnak hívtuk, ha jól emlékszem rá. És több Csutorától kezdve több üzletet bővítettünk Gárdonyistannál, tehát ezek tulajdonképpen te mind hozzánk tartoztak. Hát amikor lement a nyári szezon, ugye az is egy nagy probléma volt, hogy ellátni munkaerővel. Azért is volt fontos, hogy az iskola konyhák nyáron nem üzemeltek. Nagy segítség volt az, hogy az iskola konyháknak a személyzetét lehetett a szezonüzletekben nyáron alkalmazni. Ugye volt egy két hét vagy három hét szabadság, többi alatt meg dolgoztak innen az üzletekbe, a tóparti üzletekbe. Tehát azért így lehetett valahogy megoldani. Na és eljött a szeptember hónap, szeptemberben, ami eddig nem volt, korábbi időszakban, a Válti Párt szervezett pártaggyűlésen értékelte a munkánkat. Kimondottan a kereskedelmi igazgató alá tartozó Válti munkát. Hát én még sose voltam pártaggyűlésen, bementem, és én abban számítottam, hogy mivel a forgalmunk jóval magasabb volt, mint a tervező volt, tehát tervnél lényegesen jobb eredményt értünk el, sehol reklamáció nem volt, hát gondoltam, különösebb problémám nem lehet. Ennek ellenére a taggyűlésen, pártaggyűlésen az igazgató elég sok kritikát fogalmazott meg velem szembe. Hát velem szembe, velünk szembe, hát én nekem szólt. Hát én nem tudtam azt, hogy pártaggyűlésen a rend az, hogy ezt tudomásul kell venni, és ígéretet kell tenni a hibák javítására. Hát ez alapvető hiba volt, én ezt nem tudtam. Sose volt rend a pártaggyűlésen. Úgy, mikor befejezte az igazgatóval hozzászólását, én bizony szót kértem. És ott pontról pontra megcáfoltam, és hogy miben nem, mivel tévedett, és hogy elmondtam, hogy milyen munkákat végeztünk. Láttam ám azért, kimondott a pártok közül is, meg a pártok vezetőség közül, akivel kimondta, jó viszonyban voltam, hogy egyre komolyabbak lesznek, egyre, hogy mondjam, lehúny szemmel hallgatják, hogy én miket mondok. Hát meg is lett az eredménye. Utána Takács úr, Takács Eftárs, hát engem rendesen leszúrt. Minden volt, csak rendesen. Tehát ez lett a hozadéka. Ez lett a... De ez mind, és hát jól kezdődik ez az egész. És még egy volt előtte már egy összeütközésem, majdnem nem elfeledkeztem róla, lehet, hogy nem tudom, az előző említettem-e, hogy amikor bekerültem a központba, nem mondhattam, mert most volt, jön hozzám az asztalos Bizsi. Ki volt az asztalos Bizsi? Hát az asztalos Hentes, a Fehérvár egyik legnagyobb hentes üzeme volt, vágása mindene, és őt, tehát egy jómódú ember volt, akit természetesen nem néztek rá jó szemmel, és ebben az időben már osztályidegenek is számított, a tejiparnál dolgozott, a férje katonatiszt volt, hogy le volt csukva, ott volt egy vagy két gyereke, ott volt az apja is. Egyszerűen, ha kirúgták akkor a tejiparton, nem volt neki megélhetése. Én őt Kapuváról ismertem, mert említettem, amikor volt a 45-ös időkről beszéltünk, hogy a kapuvári kolostor, Ferences kolostorban, miután a házfőnök fehérvári volt, több fehérvári család ott kért menedéket, ott akart átvészelni az a háborús időszakot. És köztük volt azt a kasztalósék is. Tehát én a Géza bácsit, a édesapjától ismertem, meg a Bizsit is jól ismertem, én 45-ből Kapuvárról.
Hát most bejön hozzám is ilyen, nagyon őszintén megmondva arra gondoltam, mi lenne, ha én lennék ilyen helyzetben. Hát világos dolog, hogy mondottam magamban, hát ez a nagy dolgot nem csináltak, hogy fölvesszük, hát nem egy nagy. Mementem a személyzeti vezetőhöz, és kértem, hogy vegye föl. Hát ő minden tovább mindenki fölvette. Ez mindjárt az elején volt, mikor bekerültem a központba. Mikor aztán megtudta ezt a takácsenő, hát beivatott, hát akkor jó, lerámolt, hogy így mondjam. És megtiltott, hogy én személyzeti munkába jövőben ne szóljak bele. Vigyem a szakmai vonalat, személyzeti munkába nem lehet beleszólásom. Tehát ott volt az első összeütkezésem a takácsenővel. Most volt a második. Hát gondoltam, nem valószínű, hogy lesz még egy harmadik, biztos ki fognak rúgni. Hát mit csinálják? Akkor még fiatal voltam, ember voltam. Nem. Tehát ez volt az előzmény, és akkor jött a következő. Ez volt a következő. És akkor tessék, hogy mi lett ebből? Ugye, amikor mentünk véget a pártgyűlésnek, hát a pártok, mint lehajtott fővel rám sem nézve, vonultak ki. Hát én is el akartam menni, erről szól a Jenő, a kocsi majd hazavisz, a kocsia hazaküldött a kocsijával, és érted, mert egy óra múlva gyere vissza, mert hálózati látogatásra megyünk. Hát tessék elképzelni, az lett a következménye, hogy végigjártuk a fehérvári éttermeket, nagy üzleteket, és tüntetőleg szinte, hogy miköztünk semmi ellentét nincs, úgy viselkedett a Jenő, és bemutatta azt, hogy nehogy valaki arra gondoljon, hogy a vált vezetésben ellentét van. Hát aztán később rájöttem, ez csak, hogy mondjam, színjáték volt. Nem akarta valóban azt, hogy ellentétet lássanak. Legnagyobb békességbe elváltunk. Hát így... így zárult az én első pártaggyűlésem, többen nem is voltam. Na és jött akkor a... Értékelték a minisztériumba a vendéglátó vállalatok 1967-es munkáját. Mit ad Isten, országosan elsők lettünk. Hát én tudtam, hogy nem lőjettünk rossz munkát, tehát szinte igazolta azt, hogy azokat, amiket én megcáfoltam, azok igazok voltak. Tehát persze ennek minden körült a vállalatnál, akkor kaptam én is az első Belker kivált dolgozói elismerést, és hát egyetlen egy probléma már volt akkor, hát nem egy, de többek között, nem is egy, kettő, egy, hogy semmi személyzet munkában nem szóltam be, tehát hol ki legyen üzletelhető, még abban sem, hogy ki legyen a titkárnőm. Tehát én szép engem úgy irányította az egészet a takácsártás, hogy én körülöttem tele volt besúgóval. Úgyhogy bármi történt nálunk, ő előbb tudta, mint bárki más, mert azonnal jelentették. És hát erre később persze rájöttem. És hát ez volt az egyik. A másik, hogy sajnos ő, hogy a vendéglátóhoz került 67-be, szabaddá vált neki az alkoholfogyasztás, és egyre gyakrabban nyúlt a pohárhoz. Úgyhogy nem akarok most példákat mondani, ezt sem akarom azért rántani. Szóval a lényege az, hogy reggel már sokszor ittassal jött be, és ha ittas volt, azért volt ideges, ha nem ivott, akkor alkohol hiánya miatt volt ideges. Szóval elég nehéz volt mellette dolgozni. Aki nem dolgozott még ilyen, hagyjuk már, italozó ember mellett, az nem is tudja, az mit jelent ez. Egy alkalommal, 68-ban, vagy 70-ben, már pontosan az évszámon nem emlékszem, Meszővöt tetszik tudni, mi a Meszőv. Megyei Szövetkezeti Központ. Elnök helyettese, a Kovács Gyuri volt az elnök, tővel jó viszonyban voltam, együtt járnak a főiskolán. A helyettes volt a Tóth Lajos, ő jött az igazgatóhoz, hozzánk a Jenőhöz, valami hivatalos ügybe, és miután az hozzám tartozott téma volt, engem is behívtak.
És hát akkor már szokás szerint a Jenőben ben volt egy pár. Tudjuk, az volt, hogy reggel, de na, elkezdtem már reggel, üdítővel kezdte az üdítő, annyit rendett, 2,5 deci kóra és 1,5 deci konyak. Hát és abból elfogyott bizony a végén már 20 üveggel. Ennél a formán nem üvett, csak kólán, ezen a alkoholos kólán, meg feketén élt. Tehát még 71-ben azért a szervezet bírta, amikor Lajos jött hozzánk, de hát azért lehet a viselkedésre látni, hogy elég nehéz toleránsnak lenni. És akkor elment a Lajos, én kikísértem. És kérdezi tőlem, persze jó viszonyban voltunk, szállandó kapcsolatban voltunk a Messzővel, azt mondja, hogy bírod ezt? Hát, elég nehezen. És akkor mondja nekem, hogy most tervezik a videóton nála egy nagy kombinált építését, étteremmel, szállodával, ABC-vel, nem válnám el a vezetését. Hát abban maradtunk, hogy átmegyek és megbeszéljük ezt azért, nem az utcán, átmegyek és beszéljük meg. Átmentem, és kb. 20%-kal több kereséssel átvettek volna ennek a vezetés, ha én elvállom az egész építés, szóval ugyanúgy a Velencia rekonstrukció, ugyanúgy itt is. Mondtam, elvállom, Gyurit ismertem, mind a kettőt ismertem, rendes embereknek ismertem. Hát menekültem megmondani, akartam megmondani őszintén az alkoholos jelnőmmelről. Elbutóbb ebből tudtam, hogy olyan összeütközés, aminek én iszom a levét. Tehát a titok, nem maradnak ezek titokbeli dolgok. Rá 2 nap múlva hív a Jenő. Nagyon udvarias volt, leültet, és mondja, úgy hallottam, hogy el akarsz menni a Messzőhöz. Mondottam, nem kezdek el mellé beszélni. Hát ő is be akarta mondani egy nap múlva a felmondásomat. Hát most mit tagadjam? Mondtam, igen, úgy néz ki. Szóval ide figyelj. Tudod, hogy én Dunaiváros voltam 56 előtt az AVH-nak a parancsnoka. De azt nem tudod, hogy voltam, hol voltam előtte? Mit gondolsz, hol voltam ide a parancsnok? A Dunaiváros előtt. Hát, Kapuváron. Atya, Úristen. Azt mondja, úgy ismerem, hogy te pedig ide, mint a tenyeremet. Ha te innen el akarsz menni, Magyarországon vett tudomácsul legjobb esetben segédmunkás lehetsz. Majd utána nyúlok, hogy te elhelyezkedj, sehol nem tudsz másnak, mint segédmunkásnak. Hogy ez így van, abban volt már tapasztalatom, mert volt, hogy benne tárgyaltunk, és valami olyan témát felvetődött, hogy ami ez az építési minisztériumnak az engedélye kellett, hogy ezt meg lehessen csinálni. Figyelmeztettük, hogy ezt nem lehet, mert ez egy különépítési minisztérium engedélye kell. Kiszólt a titkárnőjének, hívják fel a minisztert. Hát a miniszter Dunaiváros építésvállalaton az igazgató, neki jó havera. Mindjárt elkezdtek ott előttünk beszélni telefonon, mindenről beszéltek, a családról, minden üdvözlet, minden, csak a lényeg, lényeg utolsó pillanatban kérdezte meg, ja és ez kell nekem, hogy ha aláírnád. Hát persze, hogy aláírom, küld fel a kérelmet. Na hát ilyen volt a kapcsolat. Tehát én tudtam azt, hogy itt vesztes csak én lehetek. És nem beszélve arról, hogy a Zsuzsi ott volt már akkor, mint főkönyvelő. Tehát a gazdasági igazgatónak után következő ember a könyvelési részlegnél. Elkeseredett? Hiszen már nyilván terveket szőtt. Elkeseredett, hogy nem sikerült elmennie? Hát ez teljesen mindegy volt. Hát ez mit tudok csinálni? Hát nem tudtam más csinálni, de ezek után hát nem fog fejjel a falunak menni. Nem akár, hogy ezt majd csak kibírom valahogy. Hát ha ragaszkodik hozzám, majd ha leváltanak, vagy valami, akkor legfeljebb, akkor majd lépek. Maradtam, és hát ez volt a másik olyan összeütközésem, ami hát elég fájdalmas volt. Igen, de én azt gondolom, hogy aki elér bizonyos pozíciót, akkor az természetes, hogy nem visszanéz, hanem próbál előre tekinteni. Hát igen. Igen, hát az első, az is egy volt, hogy így akartam elmenni. Hát erre most nem volt lehetőség, tehát megmondom őszintén, belenyugodtam, maradok. Hát mit tudok, nem fogok
most összeveszni, ilyen kapcsolatokkal rendelkező emberrel, ugye ha jól emlékszem, tudom már az volt, de vagy következő biztosan az öccse, az a megyei párbizottság első titkára lett, Takács Imre. Igen. Itt jót ismert, hát ő is, hát ugye előrendszeresen jött, hát ők testvérek voltak, hát nem tudok mit mondani. Tehát annak nem sok értelme volt, hogy ővelük én szembeszálljak. Teljesen reménytelen lett volna. Hát folytatott tovább a munka, hát nem akarok már visszatérni, ezzel bemutattam, hogy milyen munkák voltak, üzletvezetőket kiképeztük, szakmunkás képzés folyt. A vállalati eredmény évről évre nagyon szép volt, úgyhogy 1975-ig még kétszer lettünk elsők országosan, úgyhogy háromszor kaptam egymástán, nem egymástán, de 5 éven belül belkereskedelmi kiváló dolgozójaként, tehát nem vállalatit, hanem belkereskedelmi kiváló kitüntetést. Közben aztán elég egy-két szomorú dolog is történt, 1969-ben édesanyám már úgy volt megbeszélve, hogy minden évben elmegyünk Kapuvárra, édesapám sírjához. Akkor már volt gépkocsim, kis Skodám volt, egy ilyen 1000-es Skodám volt, megyünk el. Reggel 7 órára beszéltem, oda megyek érte, tessék elképzelni, szerencsé, hogy nem volt benne a kulcs, bemegyek a földön, találtam az édesanyámat, agyvérzés kapott és elesett a földön, ott feküdt betegen. Hát bekerülni a kórházba, Németh László, dr. Németh László, nem tudom, ismeres edném, meghalt már Szentély Laci közben, jó barátom volt, hát gyakran járt oda hozzánk is, jó viszonyú voltam a Lacival, megvizsgálták, hát nem akarom is részletezni, szóval azt mondta, sok mindent nem tudnak csinálni, nyugodtan menjünk el Zsival Kapuvárra, holnap többet tud már mondani. Hát az eredmény elég szomorú volt, olyan kástást írt, hogy ő 5 évig, tessék képzelni, mozdulatlanul ágyba fekvő beteg lett. Nehéz időszak volt. Nyilván. Nagyon nehéz. Hát, ha majd a következőket tetszik hallani. december 1970-ében nagy öröm ér bennünket, Zsuzsi terhes lett. Igen, és hadd fejezzem be én ezt a mondatot legalábbis. Igen. Szeptember 4-én délelőtt 9 óra 30 Igen. perckor pedig megszületett Ricsi. Igen. Hát az óriási öröm volt. Fiú a családban. Egy fiú a családban, és mondhatom azt, hogy talán még most is könnyezik a szemem. Kései gyerek volt, annyi szent. De. De nem. Végeteg örömöm volt benne. Most később majd még, ha megjelni szólok. Szóval a lényeg, hogy 71-ben még, tehát megszületett a Ricsi, nagyon Rizsival egyébként csak, hogy hozzátenek, hogy 13 évig éltünk együtt, mi közöttünk nem, hogy veszekedés nem volt, még egy nézet eltérés sem volt. Ezt nyugodtan mondtam, ilyen házasságot szinte el se hívnék, ha más mond. Tehát ilyen, csak úgy érzéketesen. Igen. De azért, hogy lépés idősorrendben menjünk, 71-be, tehát nagy öröm volt, és akkor még annyit rá, hogy akkoriban sokáig nem lehetett szabadsága lenni az anyáknak, és ő, mint főkönyvelő, nem is maradott soká, mert az állását féltettük mindegyünket, nem. És a bölcsőre beadtuk a Ricsit. Sajnos nem bírta a bölcsődét, az immunrendszer még gyenge volt, mindig többet volt beteg, mint egészséges. Eszembe jutott, hogy édesanyám gyakran találkozott Muskovics Istvánnéval, Zsitvai Mariannával, ők kapuváriak voltak, és velünk szembe laktak. Ide kerültek közben Fehérvárra, a férje már meghalt, a fiai kirepültek, már felnőttek lettek, egyedül egy kis kertes házba. Egész közel hozzánk, akkor még nem bontották azt a részt le, később lemondották már oda is Panaháza, de a József utcához közel, egy kis utcába ott lakott, hozzánk talán 100 méter, 150 méterre.
Elmentem hozzá, és megkérdezem, hogy nem-e vállalna el, hogy a Ricsit mind nem bírja a bölcsödét, és hogy ott lenne. Megállapodtam vele, és boldogan vállalta. És azt tudom mondani, hogy 3 évig a Ricsi nagyon jó hely volt. Puma mája lett, és csak legjobbak az emlékeim vannak a Uskovics néniről. Ez volt mondjuk ez a vonal, tehát 3 évig a Ricsinek úgy reggel vittük a Ricsit, munka után vittük haza, tessék kell képzelni, milyen változás volt az életem, nem kellett estéznem, nem kellett szombatvasárnap, vagy legalábbis nem mindig, legtöbbször szóval voltam, hát a család életünk így nagyon szépen rendeződött. Azért a vendéglátósnak nehéz a család élet, hogy a hálózatban van. Egy változás még 71 őszén, meglepetésemre bemutatták nekem Vásárhelyi Jánost, nem tudom, tetszett-e ismerni. Ő a Dunavidéki vendéglátónak volt az igazgatója, és hogy nem valami miatt nem voltak megelégedve, és leváltották. Hát nagy bajnak kellett lenni, hogyha őt, mint a Takács Imrének a sógorát. Mert a sógor volt az Imrének, hát az első titkárnak, és leváltják. És azért, hogy neki állása legyen, oda jött a Jenő, oda vette, és én nálam lett értékesítési osztályvezető. Hát az én ezeket meg tudtam, hogy hogy volt, és informálódtam. Segítséget nem jelentett, igyekeztem úgy intézni, hogy én összeütközésbe vele ne kerüljek, mert tiszta voltam azzal, hogy ő valamelyik igazgatói székbe fog Csejévára landolni. Ez egy átmeneti hely, biztos igazgató lesz belőle. Hát így telt el vele 4 év, 3 vagy 4 év. Ugye közben sajnos a Jenő egyre többet hívott, aminek az lett a következmény, hogy 75 december kísérletére megyek. Igen. Tehát 75 decemberét írunk. Igen, hát azért még várjunk akkor az egy kicsit, még van itt olyan, hogy ugye közben több helyen jártunk, Gyuzsival el voltunk, külföldön is, külföldi úton, nem messze Jugoszláviában voltunk, és nyáron meg a Balatonnál töltöttük. És ebben az időben volt az, hogy a panelházaknak az a hátrány megvolt, hogy ott a gyereknek az elejébe volt korlátozva a mozgási tere. És sokat kirándultunk a Vértesbe, Bakonyba, Balatonra. Általában Balatonnál nyarultunk. Voltak német ismerőseink, ők eljöttek velük együtt, véletünk ki nyaralót, és a Vízparton nyaralót, és ott nyaraltunk. És Ricsi ott remekül érzte magát, hát abban voltunk, hogy valami. Ez volt a lehetőség, lehetett volna egy lakása, egy kocsia, meg egy nyaralója. Ez volt a Kádár-féle gulyás kommunizmusnak a előnye. És hát, hogy arra gondoltunk, hogy hát jó volna egy nyaralót építeni. Hát akkor a 70-es évek eleje azzal telt el, Szőlősi Jánossal, ő lett a gazdasági igazgató, ő volt a kereskedelmi igazgató, ő lett a láttervezésnél a gazdasági igazgató, én meg a kereskedelmi igazgató helyettes, én meg a gazdasági igazgató helyettes, tehát tulajdonképpen jó viszonyban is voltunk, és úgy döntöttünk, hogy egymás mellett építünk egy-egy kis nyaralót. Elkezdtük járni, hogy hol legyen. Hát először egy, miután a Vértesben, Zsuzsi nagyon szerette a hegyvidéket, és Fejévárnak egy megyének egy kedvenc és szép helye, Vérteskozma. Hát jártunk Vérteskozmán, és az emberek óhatatlan ott megragadta a táj szépsége az embert. És nem beszél arról, hogy Gánt hozzánk tartott a vállalathoz, ott is a mi üzletünk volt. Én rendszeresen jártam ki a tanácsülésekre, amikor a vendéglátást tárgyalták. Tehát jól ismertem a gánti vezetőket, községvezetőket. Egyszer találkoztunk kint velük Vértesbe, a lennökkel Vérteskozmán. És mondtuk, miért járunk erre, szeretnénk ide építeni. Jaj, jó lehetőség van, van itt egy 350 négyszegüles telkük, szívesen eladják,
vegyük meg. Hát egy nagyon kedvező ajánlat volt. Abban maradtunk, hogy visszatérünk rá, de mondtam a Zsuzsinak, azért mielőtt, azért nézzük a Balatont még egyszer. Mielőtt döntünk, hogy a hegyvidéket választjuk, vagy a Balatont. És az nekem az volt akkor az véleményem, emlékeztem gyerekkorom, mennyi szép napot töltöttem édesapámmal. Balatonnál volt, hogy a Sebestyén villába, Szepesszürdőn, ott voltam egy hétig, két hétig, ott nyaraltam, és az nagyon szép idő volt. Gondoltam arra, hogy a Ricsi, nem is magunkra gondolva, hanem majd ha Ricsi nagyobb lesz, milyen szívesen fog a Balatonba fürödni, vitorlázni, szörfözni. Hát szóval végsősorban az volt a kérdésem, legalább nézzünk körül még a Balatonparton. Nem akarom, hogy jártuk tovább. Végül megakadtunk véletlen folytán Balatonligán. Ott akkor parcellázták ki a magas parton, hogy hívják, magas part, nem tudom mennyire ismerős. Magas parton a telkeket, és az OTP rendezni még hozzá. Megtudtam, hogy a Láng húgónak, akit jól ismertem, hiszen baráti viszonyban voltam, tanítottam 25 évig, hát ugye, hogy ismerős voltam pedagógus körökbe, és húgót is volt, és az öccse volt az OTP helyettes vezetője, hozzátartozott ez az egész aligai ügy. Hát megkért a húgót, szóljon át az öccsének, ők nagyon kedvesen fogadtak, Jánossal szóval átmentünk, megkaptuk az egésznek a térképét, mondták, menjünk és válaszunk, amelyiket akarjuk. Úgyhogy volt ott vagy 150 telek, lehetett válogatni, hát most kiválasztottuk két telket. Nem akarom, röviden fogom, mert is lehetne róla még beszélni, de szóval a lényeg, hogy megvolt a telkünk, arány olcsón megkaptuk, egymásra megépítettük két üdülőt, és így 75-ben már ott is, a nyarat, mára húsvétot ott is töltöttük.